Ösztönző kiáltással vágtak neki a hétvezéresek az Arak Aktív első fordulójának. A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztályosok aztán némi bemelegítést követően különböző felméréseken vettek részt. Futottak, ugrottak és dobtak. Két év kihagyás után szerdán megújult formában rajtolt el az atlétikát népszerűsítő sportos program. A megnyitón Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a fiatalokat. Sajnos a Covid nyilván ezt is nehézé tette az elmúlt időszakban, de örülünk, hogy az idei évben ismét meg tudja az Arak szervezni. Köszönöm szépen az intézményeknek, akik idén is csatlakoztak ehhez a programhoz, és hát bízunk benne, hogy nagyon jó hangulatban és nagyon sok tehetség kiválasztásával jár majd ez a program idén is. Török Szabolcs a tankerületi központ igazgatója örömét fejezte ki, hiszen, mint mondja, a 12 éves múltra visszatekintő megmérettetés nem csak összefogja a város iskoláit, de a sportolásra is ösztönzi a diákokat. Az atlétika a sportok királynője. Tényleg azt gondolom, hogy minden csapatsport és számos egyéb sportnak is alapját képezi. Azt hiszem, hogy büszkeség Fehérvárinak lenni ilyenkor is, amikor látjuk a gyerekek aktivitását, és tényleg az Arak Aktív az egy találó név. Az augusztus végén meghirdetett programra rekordszámú, összesen 15 iskola, közel 4200 tanulója jelentkezett, ami jól mutatja, hogy mekkora igény van erre a mozgásformára. Ezúttal őszi és tavaszi fordulót rendeznek, a mostani elsősorban a gyerekek felméréséről szól. A gyorsaságot és robbanékonyságot, azaz a legalapvetőbb atlétikai képességeket mérik fel az iskolákban, a cél pedig a toborzás. Nem csak a feeling miatt jönnek le, majd vagy jönnek el atletizálni, hanem már jó eredményeket azonnal meg tudjuk a gyerekeknek mutatni, megkapják az oktatási intézmények testnevelőtanárai és vezetői is, és ha ez egy folyamat lesz, akkor látjuk, hogy hogyan változnak ezek a képességek. Tehát ennek van egy messzebb mutató, és nem csak a kiválasztást segítő része is. A felmérések során kiderül, hogy melyik a legruganyosabb és leggyorsabb iskola, osztály vagy tanuló. A legeredményesebbeknek díját adógálát rendeznek, tavasszal pedig a hagyományos iskolák közötti versengésre is sor kerül. Az évfolyamok válogatottjai váltóversenyekben küzdenek meg egymás ellen, és kiderül, hogy kik a legaktívabbak.